Lemondásra szólította föl az Együtt a legfőbb ügyész Polt Péter feleségét a jegybanki igazgatói posztjáról, mert szerintük Polt Palásti Marianna a Matolcsi Alapítványok tagjaként tudott a hihetetlen pénzszórásról és a hűtlen kezelésről is. Polt Palásti Marianna, aki egyben a jegybank személyzeti főnöke is, az egyik Pallas Alapítványban a felügyelőbizottság elnöke, egy másikban pedig tag, de ezen kívül még egy, szintén a Pallas Alapítványokhoz köthető cégben is betölt ilyen titséget. Az MNB szóvivője egy kérdésre válaszolva megismételte, a jegybank az alapítványok döntéseit nem tudja befolyásolni. A Nemzeti Bank azt hangsúlyozza, hogy az alapítványok létrehozása, a célok megfogalmazása, a kezdeti vagyonrendelést követően ezek a szervezetek tőlünk függetlenül működnek. Az MNB igazgatóját egyébként még 2014-ben havi 2,3 millió forintért alkalmazta a jegybank. Az alapítványi pénzek nyilvánosságára vonatkozó alkotmánybírósági döntést az MNB üdvözli, mondta a szóvivő, de arról nem beszélt, hogy akkor vajon miért kellett ezeket az adatokat kiperelni. A jegybank, ahogy Hidvégi Balázs mondta, büszke arra, hogy létrejött a Pallas Athéni Alapítvány, mert az MNB a közjóért is felelősséget vállal. Vajon nem zavarja-e a bankot, kérdeztük a szóvivőt, amikor a közpénz magánpénzé alakul? Én nem úgy fogalmaznék, hogy a közpénz magánpénzé alakul. Itt ugye vagyonrendelésről beszélünk és pénzfelhasználásról, hogy az imént is mondtam, prudens és felelősségteljes pénzfelhasználásnak látjuk a számait és látjuk a bizonyítékait. Az ATV híradójának kérdésére, hogy ez a mostani gyakorlat vállalható és elfogadható-e, a szóvivő csak annyit mondott, hogy ezt nem az ő tiszte megítélni. Megismételte, a polgári törvénykönyv szerint miután létrehozták az alapítványokat, azok elváltak az MNB-től.